Te mit tartod jónak azt, hogy a szabadsághídod egy személyiségben? Azt gondolom, hogy mindannyiunk feladata, hogy részt vegyünk az alapküldetésükben, az evangelizációban. És sokan azt gondolják a katolikusokról, hogy megbújnak a kis kuckóinkban, a templomainkban, és egy ilyen furcsa kis bigott csapat, akik ott el vannak önmagukban. És azt hiszem, hogy ha kijövünk ide erre a hídra, az több-több dolgot magában rejt. Egyrészt a híd mindig egy örök szimbólum kapocs két ember között. Maga a név, a szabadság hídja, azt gondolom, hogy a hitünkhez kötődik az, hogy akkor tudjuk igazán megélni a hitünket, hogy a szabadok vagyunk. Tehát, hogy több olyan szép rejtett üzenet van. Ez egyszerre lesz ezen alapon a hit hídja, a szabadság hídja, és hogyha a misébe mi is hidat tudunk találni fölfele Istenhez, akkor ez a mi hídunk is lesz. És ez egy jó küldetés ebben részt venni. Köszönöm szépen!